28-án a Pest megyei Iparkamara székházában találkoztam dr. Kucsok Lajossal, ugye, aki az ország képviselő, és hát ugye Pilis Csabán lakik. Egyrészt tájékoztattam az itt elvégzett munkáról, másrészt kértem a segítségét, hogy amennyiben lehetősége van, az segítse itt az önkormányzatot. Február 29-én volt ugye egy előadás, itt Pilis Csabán, Balogh Béla előadása, amin több képviselőtársammal is részt vettünk. Március 1-én szennyvíztisztító projekt menedzserével és Győri Gábor műszaki irodavezető, illetve most már osztályvezető kollégámmal jártunk a belügyminisztériumba, ahol volt egy tájékoztatás, itt korábban már elhangzott, hogy ez kiemelt projekt nyilvánította a kormány ezeket a szennyvíztisztító, vagy ezzel kapcsolatos beruházásokat, és Pilis Csaba az első körbe belekerült abba a listába, mely szerint a kormány az önrészt felvállalja. És akkor, amit az elnök úr elmondott, hogy azért a nézők is értsék, tehát az előző testület ezt a pályázatot úgy adta be, hogy egy tanulmányra épített. Tehát semmilyen műszaki terv, vagy semmilyen minimális terve nem rendelkezett, ezért ugye a mai napig nem tudjuk, hogy ez 799 millió lesz, vagy 820. Tehát erre célzott. Ugye itt majd a következő napirendi pontoknál ez majd szóba fog kerülni, de mindesetre az örvendetes, hogy az önrészben ilyen komoly segítséget kap majd többek között Pilis Csaba önkormányzata is. Március 2-án a hagyományos sári-sápi térségi borversenyen jártam, nem mint induló résztvevő, hanem mint polgármester, mert itt az a szokás, hogy elméletileg ahonnan indulnak, ott a polgármestereket is meg szokták hívni. És itt én is átadtam az önkormányzat nevében a legjobb Pilis Csabai borásznak egy díjat. Egyébként annyit lehet tudni, hogy 230 borminta és 109 pálinka vett részt a versenyen, tehát egy elég komoly térségi verseny volt ez. Március 6-án a korábban említett oktatási kerekasztal fórumra került sor. Itt örvendetes, hogy a tankerület részéről is hárman megjelentek, illetve tulajdonképpen minden intézmény vezetője, nemzetiségi önkormányzat elnökasszonya is természetesen részt vett. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt. Annyit megtudhattunk, hogy a Klebersberg központ tulajdonképpen döntött, a Jókai Mar általános iskola az marad, és próbálnak majd különböző fejlesztéseket végrehajtani, hogy ez előbb-utóbb egy jól működő iskola legyen, és ez a szegregált oktatás, vagy ez a szegregáció, ez a spontán szegregáció tulajdonképpen megszűnjön. Ugye ezen a napon még találkoztam Rácz Attilával, aki a DMLV képviselője egyébként, és az ügyben folytattam vele megbeszélést, hogy amennyiben itt esetleg ideje korán ugye megszűnik a üzemeltetés, akkor a DMLV ezt hogyan tudná felvállalni, milyen feltételekkel, hiszen a víziközmű törvénynek igazából mondhatom, hogy a térségben senki más nem tud megfelelni, mint a DMLV, ezért teljesen világossá vált, hogy nekünk itt 99%-ban a DMLV lesz a partnerünk, tehát velük kell majd mi hamarabb megegyezni. Egyébként annyit erről tudni lehet és tudni kell, hogy mi hamarabb kell egy vagyonértékelést majd elkészítenünk, hiszen ez lesz az alapja annak, hogy a következő szolgáltató, ami nagy valószínűség szerint május közepétől lép majd a Pilis Csabai Vízművek Kft. Helyébe, amennyiben sikerül megállapodnunk, akkor a leendő bérleti szerződés, vagy pedig a vagyonkezelési szerződés, hiszen erre van lehetősége az önkormányzatnak, annak az alapja mindenképpen ez a vagyonértékelés, tehát ez ügyben én úgy látom, hogy mindenképpen majd rendkívüli testület ülést is kell majd összehívni. Március 11-én, azaz tegnap pedig ügyvéd úrral szintén a fővárosi vízműveknél folytattunk egy megbeszélést. Itt már konkrét javaslatokkal éltünk. Elmondtuk, hogy mi módon szeretnénk megállapodni velük, úgyhogy itt most készül majd egy szerződés tervezet, ahol egyébként természetesen számok is lesznek.
és azt majd nyilván a bizottságok is fogják látni, illetve hát a vízügyeknél is az igazgató tanácsnak is jóvá kell hagyni, majd aztán nyilván a képviselőtestületünknek is. Hát röviden, vagy nem annyira röviden, de ennyi volt a fontosabb események listája. A következő napirendi pontunk pedig zárt ülésen hozott határozatok ismertetése, jegyzőasszonnyi a szó. Köszönöm szépen. Az elmúlt időszakban Pilis Csaba nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete egy zárt ülésen hozott határozatot alkotott. A 19/2013-as másodikó 13-ai számú határozat Pilis Csabáért emlékplakett adományozásáról. Pilis Csaba nagyközség önkormányzat képviselőtestülete Pilis Csaba nagyközség több évtizeden át tartó szolgálatáért dr. Triznádár Gábornak Pilis Csabáért emlékplakettet adományoz. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk pedig a 2012. évi költségvetési rendeletünk módosítása. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. Nem tudom, hogy van esetleg valakinek hozzászólási javaslata. Akkor ez szintén rendeletalkotás, tehát aki ezt elfogadja, kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk. Középtávú tervezés az adósságot keletkeztő ügyletekből adódó kötelezettségekről. Szintén, ugye ez egy új jogszabály írja ezt elő, pénzügyi bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolta. Nem tudom, van-e valakinek ehhez kapcsolatban valami kérdése, javaslata. Akkor, ha nincs, akkor van? Nincs. Nincs. Akkor szerintem szavazhatunk. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Szintén egyhangú 8 szavazattal elfogadtuk. Vagyonrendelet módosítással kapcsolatos tájékoztatás. Jegyzőasszonynak átadom a szót. Köszönöm szépen. A nemzeti vagyonról szóló törvényünk 7-es paragrafus 1-2-es bekezdése szerint a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A törvény 9. szakasz 1 bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak a vagyon felettiek szerinti rendeltetése biztosítása céljából középös hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását, vállalkozás folytatásával történő hasznosítását. A vagyongazdálkodási tervre vonatkozó kötelező tartalmai elemeket sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem egyéb jogszabály nem írja elő, ezért hivatalunk megvizsgálta az általános joggyakorlatot, és az alapján elkészítette ezt a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. A vagyonrendelet az új jogszabály változásával együtt a helyi önkormányzati vagyonrendeletünket módosítani, illetve felülvizsgálni szükséges. Belső ellenőr most a költségvetés ellenőrzése során is tett javaslatot, hogy mi az, amit a vagyonrendeletünkbe majd módosítani, vagy ha hiányos, akkor beépíteni lenne szükséges. A vagyonkataszterünket is jelen pillanatban módosítjuk, illetve egy új szerződő fél elkészíti korábbiakban nem igazán vezetett vagyonkatasztert. Ez a napokban elkészül, vagy talán már el is készült. Ez az alapja ennek a vagyonrendeletnek. Amíg ez a vagyonkataszter nem készül el, addig sajnos nem tudjuk a vagyonrendeletet felvizsgálni. Majd ez a munkaanyag egyeztetésre fog kerülni a könyvvizsgálóval, illetve a belső ellenőrrel egyaránt.
Ebben a testületi határozatban most arról kellene dönteni, ugye két határozat lenne. Az egyik itt a mellékletben javasolt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv, ami mondom az általános, mivel a törvény nem írja el ennek kötelező tartalmi elemeit, ezért az általános joggyakorlatból indultunk ki. Ezt javasolnánk a testületnek elfogadásra, illetve egy felhatalmazás arra, hogy a hivatal vizsgálja fölül a vagyongazdálkodásról szóló helyi önkormányzati rendeletet, és azt a következő testületi ülésre, amennyiben lehetséges, terjessze elő. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése, vagy javaslata? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor szerintem szavazhatunk. Tehát akkor az első határozati javaslat a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervek elfogadásáról, nem fogom felolvasni, aki egyetért vele, kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal, és a következő pedig, ugye, amit itt a jegyzőasszony is tájékoztatott, hogy a vagyonrendelet módosításával kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról, ugye, ami majd jön majd vissza rendes képviselőtestületre. Akkor, aki ezzel egyet tud érteni, kérem, jelezze. Szintén 8 egyhangú szavazattal ezt elfogadtuk. A következő napirendi pontunk, településvezetési koncepció elfogadása. Ugye, hogy a 2012. szeptember 14-én döntöttünk arról, hogy megkezdjük a település rendezési eszközeinek módosítását. Ugye többen, mikor meghallják ezt a településvezetési koncepciót, akkor a fejükhöz kapnak, hogy na, már még egy koncepció, és a sokadik. De hát hogy az értékgyűjtő akción, és többen elmondtuk, hogy ugye többször elindították már ezt a településvezetési koncepciót, de soha nem ért a végére. Ugye most van egy olyan főépítészünk, Kolossa József személyében, aki hát bevállalta, hogy ő már pedig ezt belátható időn belül végig viszi. Ugye csak a lakosságnak mondom, a kedves televíziónézőknek, ugye az nem azt jelenti a településvezetési koncepció, hogy elkezdünk ötletelni csupán, ugye ez is benne van, hanem egyéb más vonzata is van, ami egyébként nagyon fontos Pilis Csabának, hiszen itt vannak olyan területek, amiket szeretnének rövid vagy hosszú távon megfejleszteni, vagy például vannak olyan szántók, amit szeretnének mondjuk gazdálkodni, de a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé. Tehát ugye egy ilyen településvezetési koncepciónál ezeket mind elő lehet venni, és ugye az értékgyűjtő akción felül, ugye itt tényleg én azt gondolom, mindenkit, aki csak lehetett, bevontunk ebbe a koncepcióba, civil szervezeteket, lakosokat, szomszédtelepülések önkormányzatait, még a testvérvárosokat is, hogy megpróbáljunk egy olyan koncepciót és utána egy olyan szabályozást végigvinni belátható időn belül, ami valójában a település többségi akaratát tükrözi. És akkor én átadnám a szót a főépítész úrnak, Kolossa József úrnak, ha valaki nem ismerni, akkor most majd megismerheti. Köszöntöm a képviselőket, köszöntöm a Nemzetiségi Önkormányzatok képviselőit és a kedves tévénézőket is. A polgármester úr szavaihoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a településfejlesztési koncepció kapcsán megkeresett civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek között a válaszok tulajdonképpen két fő területen érkeztek. Az egyik típusú válasz az egy ilyen boldog, joviális megszólítás volt, hogy örülnek, hogy az önkormányzat nyit a civilek felé, és hogy megpróbáljuk a véleményüket figyelembe venni. A másik részük, akik viszont észrevételt, konkrét kritikát megfogalmaztak, döntő többségükben azt kérték a megküldött koncepció tervezeten számon, hogy miért nem tartalmaz konkrétumokat. Tehát miért a koncepció miért úgymond konfliktus kerülő, és miért általánosságban beszél dolgokról, holott itt kőkemény tények vannak. És akik magánszemélyek vagy akár szervezetek föltettek kérdést vagy észrevételt fogalmaztak meg, nekik személy szerint is válaszoltam, illetve az előterjesztésben a
tisztelt képviselők, láthatják, hogy egy összesített választ is adok. Arról van szó, hogy a korábbi településrendezési eszközökre vonatkozó felsőbb szabályozások a koncepciónak kötelességévé vagy feladatává tették, hogy a konkrétumokról is beszéljen, ezért nem csak a piliscsabaiak, hanem Magyarország lakosságának az egésze, ahol most bárhol koncepcióalkotás zajlik, hozzászokhatott a korábbi években, hogy a koncepció konkrétumokat is tartalmaz, hiszen ez számon is volt kérve a koncepció műfajától. Idéntől, 2013. januárjától viszont olyan szabályozás van érvényben, ahol is egy új szabályozási elem, vagy egy településrendezési eszköz jelenik meg, és ez pedig az integrált településfejlesztési stratégia, ahol is akcióterület kijelölésekkel, konkrét gazdasági megfontolások mentén is kell konkrétumokat mondani. Ilyen formán tulajdonképpen ketté oszlik ez a stratégiai tervezés. Egyrészt van a koncepció az általánosságokkal, másrésztről van a stratégia a konkrétumokkal, és ebben rejlik tulajdonképpen a válasz, hogy a koncepciónak jelen pillanatban egy nagyon finom, nagyon árnyalt, de ugyanakkor általános ügyekkel kell foglalkoznia, és majd most, hogy jóvá lett hagyva a költségvetés, már tudjuk azt, hogy tudunk foglalkozni a stratégiával is, illetve majd később a szerkezeti tervvel. Na, ott már konkrétumokról lesz szó, és amelyik szervezetek eddig is részt vettek a beszélgetésben, a párbeszédben, bizton számíthatnak arra, hogy újra megkeressük őket. Ezúttal már munkacsoportokban, akcióterületekre bontva, témákra lebontva, és nyilván rengeteg konkrétumokkal. Előzetesen annyit szeretnék még mondani, hogy a munkaterv alapján az integrált településfejlesztési stratégiának az elfogadása, az ha sikerül, akkor nyár elején, ha kevésbé vagyunk szerencsések, akkor de nyár végére idén megszületik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már is adom. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a TÜKIP bizottságunk tárgyalta, és javasolja egyébként elfogadása. Nem tudom, hogy elnök úr szeretné hozzáfűzni bármit is, nem, akkor viszont Anyalai elnök úr jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Én a főépítész úrtól szeretném kérdezni, hogy településfejlesztési koncepció elfogadásáról van itt az anyag előttünk. Egyszerűen nem értem, hogy a hun nemzetiségért egyesület ki hun, ki nem hun, vagy húnyunk, vagy nem húnyunk. Sajnos ezt kell mondjam. Hogy illik bele a második gondolat településfejlesztési koncepcióhoz? Én laikus vagyok hozzá, önök szakemberek. És ön behozta ezt ide a testületi ülésre, hogy fogadják el. Egyes. Közösségi tudat kialakítása. Igaz, ez ember legnehezebb, mert itt elsősorban az érzelmi alapokat kell megerősíteni. Piliscsabán három nemzetiség található, ebből kettő magát kisebbségnek tartja, nem ismeri ön se, hogy idehozta, nem ismeri az adott úriember, aki megírta a hun vagy nem hun egyesület részéről ezt a dokumentációt. Kisebbség nincs. Az új nemzetiségi törvényben nemzetiségek szerepelnek. Innen kezdve, ugye ő azt mondja, hogy ebből kettő magát kisebbségnek tartja, vagyis egy másik nép többségének, magyar többségében élő kisebbségnek. Nincs kettős identitástudat. Uraim, tudják, hogy mi ez? Le van írva, és ön javasolja ezt elfogadásra. Én is javasolnám, ha ezt kiveszik. Tovább megyek, és elnézést kérek, hogy rabolom a idejüket. Nincs kettős identitástudat. Az vagy az egyik néphez, vagy a másik néphez kötődik. Na most azért... Itt mink elmondhassuk, a roma nemzetiségi önkormányzat is, meg a romák, akik itt élnek Piliscsabán, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke is, és a Gyula bácsi is, mint törgyökeres csabaiak vagyok, nem bevándorló gyütmentek. Ezt szó szerint így le lehet írni, és akkor még tovább megyek, nem lehet valaki egyszerre például a mai német, ez vonatkozik az elnökasszonyra, nem lehet a mai magyar is lelkű, csak az egyik. Na most ebből ugye kimaradt a Gyula bácsi, mert a Gyula bácsi meg szlovák, én meg roma. A kisebbségi státusznak semmi más értelme nincs, mint hogy ezen csatornán többlet pénzhez jusson a részközösség által vélt anyaországi többség. Rövid leszek, megpróbálok, ne haragudjatok, hogy rabolom a időt. El kell érni, hogy ezek a közösségek valós nemzetrészek, zárójelben, most már tudja, a nemzetiségek legyenek közös magyarság tudattal. Na most megkérdem én, Piliscsabán meg az országban, ki a magyar? Mert üzenem a Ugrin úrnak,
hogyha én betyárruhába öltözök, és hófehérbe, és cityőt fogok akasztani az oldalamra, és Krisztusba, papusba fogok járni, akkor én magyar leszek? Vagy cigány leszek? Elsődlegesen, aki most itt ül az asztalnál, és a pilicsabaiakról van szó, a három nemzetiség ügyi önkormányzat választás útján hivatalosan alakult meg. Innen kezdve ő ezt ne cápolja, mert le van írva az anyagban, és nem akarok ebből tovább menni, de én most üzenem neki, föl fogom venni ezt a ruhát, vállalkozó leszek, kocsit fogok venni, ide fogok adózni Pilis Csabához, és szlovák rendszám lesz nekem a kocsin rajta. Tehát egy olyan ember, aki ott ült az asztalomnál, tisztelt képviselők, tisztelt képviselőurak, a választás idő alatt, és szó szerint a seggemet nyalta, és odahozta a fiát, aki úgy be volt lőve, mint annak a rendje, utána lement utána a Baris Jánosnéhoz, és ő akarja megcsinálni Pilis Csabán a kisebbség, a nemzetiségek között a huszítást. Tehát tisztelettel kérem önöket, hogy innen kezdve, amikor a kettes gondolat van, és ha önök elfogadják ezt a település koncepciót, de én szerintem ezt mindenféleképpen ki kell törölni belőle. Köszönöm szépen. Jó. A települési koncepcióban természetesen nincsenek benne, ezek vélemények, amik csatolva lettek. Ugye az örvendetes egyébként, hogy hát szinte majdnem minden, hát mondjuk úgy, hogy értelmes, komoly véleményre egyébként a főépítész úr válaszolt. Tehát nyilván itt vannak olyan vélemények, amik egy picit ilyen politikai jellegűek. Vannak például ez a véleményt, ezt kimondottan gyűlöletkeltőnek tartom én is, hiszen ahogy ugye feltetted a kérdést, hogy ki a magyar, ugye I. és Gyula ezt elég jól megfogalmazta, hogy magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Úgyhogy innentől kezdve szerintem ez teljesen egyértelmű. Tehát én azt gondolom, hogy ezek, amik mögé lettek csatolva, hát ezek vélemények. Ezekkel hát Magyarországon véleményszabadság van, tehát neki ez a véleménye. Hát én sem értek vele egyet, sőt kimondottan károsnak tartom az ilyen megnyilvánulásokat, de hát ez van, de akkor átadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kedves Birának a felvetését, mert egyrészt szeretném azt rögtön tisztázni, hogy ahogy polgármester úr is mondta, ezek vélemények, a koncepció kapcsán született vélemények, és nekem, mint főépítésznek jogszabályi kötelességem az összes felmerült véleményt bemellékelni, és nyilván a felmerült vélemények és észrevételekre kell hivatalos választ adnom. Tehát az előterjesztésemnek a nem tudom hányadik oldalán látható az, hogy ez erre én válaszolok. Ugyanakkor azért köszönöm a felvetést, és hogy ez szóba került, mert így talán egy pici ízelítő kapcsán a tisztelt képviselők látják, hogy mennyire szerteágazóak azok a településen belül megfogalmazott vélemények, amiket valahogy össze kell fésülnünk, és eddig is szeretném megköszönni a képviselőtestületnek azt a fajta türelmét, amit efelé a koncepcióalkotási folyamat felé tanúsított, mert hiszen látszik, hogy nagyon messziről indulunk, nagyon nagy távolságból kell valami úton módon összeköttetést kovácsolni, és az is látszik, hogy várhatóan előbb-utóbb lesznek olyan pontok, ahol lehet, hogy nem lesz összeköttetés. Tehát, hogy ez teljesen természetes. Ugyanakkor arra szeretném kérni a nemzetiségi önkormányzatokat és képviselőiket, hogy úgy, mint ahogy eddig is a stratégiai alkotási folyamatban vegyenek részt, és támogassák úgy a munkát, hogy minél teljesebb és minél a településre igazabb megoldás szülessen a végén. Köszönöm szépen! Igen, ebben nagyon rövid leszek, köszönöm a szót. Először is meg szeretném köszönni Pilisova polgármesterének a véleményét, amit elmondott itt a TV nyilvánossága előtt, főépítész úrnak is, és innen üzenem Ugrin úrnak, a HUN nemzetiségért egyesület kisebbségi referensnek írja ő magát alá. 2014-ben lesz választás, kampány már 2013-ban lesz, országgyűlési képviselőnek induljon el az egyesületével, váltsa le a kormány, de nem hiszem, hogy lesz rá esélye, és akkor meg tudja a törvényt módosítani, máskülönben nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek további kérdése vagy javaslata? A koncepció alpolgármester asszony. Kérdésem lenne, hogy a beérkező vélemények azok nyilvánosak-e? Igen.
Igen. Tehát akkor az is elképzelhető, hogy mondjuk a honlapunkon megjelentessük. Azt gondolom, hogy igen, de szeretnék majd konzultálni jegyzőasszonnyal, mert igazából így a bizonyos mértékig ismerem a jogszabályokat, a teljességüket nem. Ez ilyen adatvédelmi kérdés, megnézzük. Szerintem én úgy emlékszem, hogy teljesen nyilvánosak, hiszen engem úgy címeztek meg, mint főépítész, tehát nem magánlevelezésem ez, és pláne akkor, hogyha egy egyesület fejlécés papírjával, aláírásával, hivatalos formátumban kapom meg, akkor azt gondolom, hogy az egyesület, vagy akár éppen magánszemély, ha arról van szó, várhatólag vállalja az általa leírtakat. Azokat a leveleket, illetve rövid ilyen SMS rövidségű e-maileket nem is csatoltam be, akik tulajdonképpen csak megköszönték, hogy bevontuk, vagy esetleg anonim, vagy álnéven küldtek be, azokat rögtön le is válogattam, csak akik vállalták aláírásukkal a dolgot. Csak azért, hogyha amennyiben ez nem ütközik törvényi szabályozásba, akkor ennek a honlapon megjelentetését szeretném javasolni. Egy ilyen fülbe, hogy településfejlesztési koncepció lépései és a nyilvánosság bevonása. Köszönöm. Ezen a ponton, mert ez fontos a továbbiakra vonatkozólag, hogy a folyamatosan megújuló honlapunk készítőivel már egyeztettem, és lesz egy társadalmi egyeztetés fül, ami a korábbi önkormányzati rendeletekhez igazítja majd a honlapot, és ott minden ilyen anyag elérhető és letölthető és nyilvános lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek még kérdése vagy javaslata? Illetve, hogy nincs, akkor szavazhatunk. Kristóna Község önkormányzatának képviselő testülete a településfejlesztési koncepciót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. 8-1 hang szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk. Ez a szennyvíztisztító pályázat tervezési közbeszerzés vizsgálatának elfogadása. Ugye itt a kapacitásbővítés című pályázat megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési terv és kiviteli tender, tervdokumentáció elkészítés szükséges közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját korábban elfogadtuk. Ez 2012. december 21. napján felkerült, megjelentetésre került a közbeszerzési értesítőben. Itt a határidő az 2018-11 óra volt. Az ajánlatiteli határidő lejártáig, tehát azaz január 18-áig egy ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát, ez pedig a Kevitel Plus Komplex Vállalkozási Kft. Ugye itt különböző hiánypótlásokat kért a közbeszerzési bizottság, amire a határidő lejártáig nem érkezett be megfelelő dokumentáció, ezért a bizottság ezt érvénytelennek nyilvánította, és javasolja a képviselőtestületnek is, hogy nyilvánítsa ezt érvénytelennek. Annyit hozzá kell tegyek, hogy itt egyébként név szerinti szavazásra lesz szükség. Nem tudom, esetleg szeretnétek kiegészíteni? Nem. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Akkor határozati javaslatra kerül sor. Pilistó Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete a KEOP kötőjel 1.2.0 per B kötőjel 10 per 2010 kötőjel 0020 számú Pilis Csaba szennyvíz tisztításának kapacitásbővítése tárgyú pályázat tervezési közbeszerzési bírálatát elfogadja. A közbeszerzési eljárás KBT 76 paragrafus 1 bekezdés B pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra a közbeszerzési eljárás során. És akkor jegyzőasszony, kérlek, hogy a névszinti szavazást azt segítsen lebonyolítani. Gáspár Csaba polgármester. Igen, tehát elfogadom. Barátné Kozák Erzsébet. Elfogadom. Bácskai Beáta alpolgármester. Igen. Mocsári Dezső képviselő.
Peterdi András képviselő. Igen. Simon Gyula képviselő. Tartózkodom. Stjavola István képviselő. Igen. Tázer Marian nincs itt, és Pintér Balázs képviselő. Igen, bocsánat. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igennel, és egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, ez pedig a 2016. évi közbeszerzési terv módosítása. Gábor, megkérlek, hogy terjeszd elő ezt a napirendi pontot. Köszönöm a szót, polgármester úr. Pont a előző napirendnél érvénytelen közbeszerzés vonzata az, hogy módosítanunk kell a korábban elfogadott közbeszerzési tervünket. A 26/2013 számú határozattal mi elfogadtuk a közbeszerzési tervet, mellékletben megtalálható a már javított változat. Itt kiegészül még ez az új eljárásnak a beiktatásával, aminek a közbeszerzés tárgya a szolgáltatás, az eljárás nemzeti, és az alkalmazandó eljárás típus az pedig a közbeszerzési törvény harmadik részének 121. paragrafus 1-es bekezdés B pontja alapján hirdetni nélküli tárgyalásos eljárást vonz maga után. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? A példa Dezső. Köszönöm, csak jelezni szeretném, hogy én nem kaptam meg az előterjesztést ezzel kapcsolatban. Igen. Igen, ez azért nem kaptad meg, mert ez e-mailben ma reggeli órákban került kiküldésre. Ugye a meghívó benne is van, hogy utánküldéssel. Hát volt, aki megkapta a jelek szerint, és volt, aki nem. Tehát ez nyilván nem direkt nem küldték el neked. Hát ez egy baki, de hát majd legközelebb oda kell jobban figyelni. Jó. Gábor? Csak szólni szeretnék most, a kolléganőm szólt, hogy kedves feleségének tegnap odaadásra került, csak akkor ezek szerint nem jutott el önhöz. Nem aludtál a tombolyban. Szóval az asszony. Az asszony a hívás. Jó. Rendben. Jó, hát akkor aki elfogadja ezt a terv módosítását, kérem jelezze. Egyhangú szavazatokkal elfogadtuk, ugye szintén ennek a... Igen, szavazott. Tehát a következő napirendi pont pedig ugye a szintén ezzel kapcsolatos, ugye a pályázat ajánlattételi felhívás elfogadása. Gábor, legyen szíves. Az előterjesztésre kiküldésre került az ajánlattételi dokumentáció, amiben egy kis változással szeretnék élni, ugyanis pont most a testületi ülés előtt volt egy projektértekezlet, ahol minimális javítások születtek az ajánlattételi felhívásban. Itt a 11. pontban az ajánlatok értékesi szempontjánál a súlyozási részszempontok azok teljesen megszüntetésre kerültek, tehát a bírálat szempontja az teljesen értékszempont lesz, tehát a legolcsóbb ajánlat lesz a győztes. Valamint a dokumentáció 6. oldalán lévő felbontásának helyes ideje az március 28-ai dátumban került meghatározásra, valamint mivel ez egy tárgyalásos eljárás, az első tárgyalás napja pedig április 8-ban lett meghatározva. Tehát az anyaghoz képest ez a változás az ajánlattételi felhívásban. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése vagy javaslata, akkor ezzel a kiegészítéssel, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, napsugár óvoda vezetői pályázat kiírása, amire azért van szükség, mert hogy a korábbi vezető január 15-én, tehát ez év január 15-én beadta a felmondását. Ugye a közalkalmazotti jogviszonya március 15-én szűnik meg. Ugye március 15-ával ugye a helyettese fogja ellátni a vezetői teendőket az új óvodavezető megválasztásáig, úgyhogy ide ki kell írjuk a pályázatot erre a posztra.
Nem tudom, van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése. Szerintem egészen egyszerűen egyértelmű az előterjesztés. Ha megint, akkor nem olvasom fel a határati javaslatot, jó? Aki egyetért, hogy ezt a pályázatot írjuk ki, akkor kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal egyetértettünk benne. Következő napirendi pontunk beszámoló a 2012-13. Évi hó- és csúszás mentesítéséről. Ugye a korábbi évekhez képest a Skalabona, tehát ugyanúgy a Skalabona Transpert Kft. Látta el ezt a munkát. Ugye volt dolga bőven, hiszen elég komoly tél volt. Én azt gondolom, hogy, és ugye a TÜKI bizottság is tárgyalta, és ugye ő is elfogadta a beszámolót, hogy különösebb probléma nem volt. Természetesen a korábbi évekhez megszokottan, most is azért voltak észrevételek. Volt, ahol észrevételezték, hogy esetleg kisebb utcákban, vagy kisebb közökben nem lett eltakarítva. Ez teljesen életszerű, hiszen ugye van neki egy kijelölt útvonal, amely szerint halad, de nagyon sok esetben tényleg hárman is leellenőriztük, hogy hol van éppen a kotlógép, merre takarít, és hát nem egyszer volt, hogy délután 4 órakor nekiállt, és még hajnalban még kim volt az utakon. Én azt gondolom, hogy leszámítva ezt az egy-két kisebb problémát, például volt olyan köz, ahol nem fért be az úgynevezett hólapátja, akkor azt el kellett menni kicserélni, tehát ezt is megtette. Tehát összességében azt gondolom, hogy rendben történt a hólatakarítás. Nem tudom, hogy esetleg elnök úr szeretnél kiegészíteni, vagy tanácsnok úr. Nem. De mégiscsak jó. Talán annyit, hogy igen, tehát magán az összegen is látjuk, hogy ez jelentősen megterheli a költségvetést, de hát úgy gondolom, hogy ugye téltábornokkal nem lehet viccelni, tehát hogyha sajnos ennyi hó volt, akkor igenis ezt a feladatot el kell látni, hiszen kötelező feladat. A hozzáállásához a cégnek, illetve magának a sofőrnek még annyit, én is csak pozitív dolgokat tudok elmondani. Számtalan esetben volt ugye közlekedési fennakadás, árokba csúszott autó, egyéb, és amit nem tudott a polgárőrség, a rendőrség megoldani, akkor az igenis odajött ez a hótoló, hókotró autó, és kiúszta az árokból a bajba jutott embereket, illetve gépkocsikat. Tehát én azt gondolom, hogy egy szóra jött és segített minden további nélkül. Tehát az alap feladatán túl a lakosságot egyéb módon is segítette. Tehát csak megköszönni igen. Tudom. Ja, köszönöm szépen. Itt még annyit talán ehhez kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy a 10-es úton elég sok probléma volt egy jó darabig. A szokásos útszakaszon, tehát itt a Kenderesi út kereszteződése, tehát tulajdonképpen Józsefinumtól Pilisvörösvárig, itt ugye rendszeresen lefagy, és a közútkezelő ezt sorozatosan késve szólta, ugye itt történt egy személyes egyeztetés, utána már megállapodtunk abban a közútkezelővel, hogy ha kell, ha nem, téli időszakban ezt hajnalban mindenképpen meg kell szórni. Nagyon sok baleset volt, de szinte, majd tanácsnak úr megerősít ebben, mert elég sok balesetnél ott volt személyesen is, szinte majdnem mindig nyári gumival közlekedők okozták ezeket a baleseteket, legyen a személyautó, kisterautó vagy kamion. Hát itt is azért szeretném kérni a lakosságot, hogy a téli időszakban azért hát jó lenne, ha feltennék a téli gumit, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor tömegközlekedést használják, mert nagyon sokszor azért volt fennakadás, mert ilyen nyári gumival közlekedők okozták a fennakadást. No, visszatérve a eredeti előterjesztésre, tehát ez az összeg, amit itt tanácsnok úr is mondott, hogy egészen, tehát elég sok és tetemes, ez egész pontosan ugye 10.177.650 forint, tehát tényleg elég komoly összeg. Úgyhogy nem tudom, hogy valakinek észrevétele vagy javaslata ezzel kapcsolatban. Nincsen, akkor a határati javaslat. Pilisvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete
A 2012-2013 évi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére szóló beszámolót elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Skarabona Transpert Kft. Téli hóeltakarítására és síkosságmentesítésre kötött szerződésen foglaltak alapján készült bruttó 10.177.653 forint összegű számlát befogadja. Határidő egy hónap, felelős a polgármester, aki egyetértve kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk pedig a 2013. évi útjavítási munkálatok. Tüki bizottság tárgyalta, ugye 6 ajánlatot kért be műszaki irodavezető úr, abból 5 ajánlat érkezett be. A Tüki bizottság ezzel kapcsolatban hozott egy határozatot, ez 3 pontból állt. Egyrészt a különböző nyilatkozatokat kért be arról, hogy a megfelelő eszközállomány rendelkezésre áll, és hogy ezt miből tudja megvalósítani, illetve referenciát kért be, illetve kérte a műszaki irodától, hogy egy táblázatban jól láthatóan tegye be, hogy ezek a munkálatok összesítve mennyibe fognak kerülni. Majd ezek után a hiánypótlás az elküldésre került, és 2 cég adott ezek alapján érvényes árajánlatot. És akkor nem tudom, hogy elnök úr vagy Gábor, te szeretnéd ezt konkretizálni, vagy? Jó. Jó, tehát annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a költségvetésben 6.355.000 forint áll rendelkezésre, ezért egyből jelezném is, hogy a határozati javaslatban ott a számhibás egy nulla lemaradt. Ezen kívül ugye az ajánlatok, akik beérkeztek, az a Puhitárnok, a Rodart, a Belpa, a Nexusbau és a 4-es Épvé Kft-től érkeztek be. A hiánypótlást követően ugye a Puhitárnok és a Belpa Kft. Adott komplex ajánlatot hiánypótlással. Ezek alapján a bizottság rendkívüli ülést tartott a tegnapi nap folyamán, és a következőket állapította meg. A minden munkanemben a Belpa Kft. Ajánlata volt a kedvezőbb, kivételt képez az útmegsüllyedések helyreállítása 1 méter mély feltárás nélkül. Munkanemnél itt indítványozzuk, hogy árlejtéssel keressük meg a vállalkozót, és a Puhitárnak árajánlatát, amennyiben el tudja fogadni, akkor kerüljön szerződéskötés, vagy akkor jussunk el a szerződéskötéshez. Ezen kívül a bizottság javasolta, hogy a korábban a tárgyalandó munkanemek közül vegyünk ki 2 forrás hiány miatt, miután az utólagos felmérések következtében kiderült, hogy ugye rengeteg a kátyú, ezért a meghatározott pénzösszegből nem tudjuk finanszírozni már nagyfelületi aszfaltozást, és erre hivatkozva hoztunk határozatot is. A földutak gyalulását pedig lehetőség szerint a Viszmajor pályázati lehetőségeket kihasználva kívánjuk megvalósítani. Ennek értelmében a bizottság még egy határidőt szabott meg, amit remélem a testület is elfogad, hogy a kivitelezés befejezési határideje, tehát már úgy értve, hogy minden nemű utólagos vizsgálattal és átvétellel együtt 2013. április 20-a legyen legkésőbb. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés valakinek? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor ezzel a kiegészítéssel, de nincs mikrofonom, bocsánat. Tehát akkor úgy látom, hogy kérdése nincs senkinek ezzel kapcsolatban, tehát akkor elhangzott kiegészítésekkel, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, bérleti szerződés meghosszabbítása, könyves Tóth Kinga gyógytornásszal. Ugye
bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy korábban ugye ő egy 19 négyzetméteres helységet bérelt az emeleten, az orvosi rendelőnél. Ugye a védőnök miatt ugye ANTS kérésének megfelelően ugye át kellett alakítani ezt a helységet, és ugye alul alul kapott egy 22 négyzetméteres helységet a Kinga, ugye ebbe átköltözött, ugye itt kötöttünk egy szerződést, ami lejárt, ezért szükséges módosítani. Ugye az előterjesztésben benne van, hogy a bérlő havonta 500 forint per négyzetméter helységbérleti díjat fizet, ez azért ennyi, mert ugye korábban egyeség született, hogy neki ezért nem kell komolyabb összeget, tehát az átkötözés miatt nem kell komolyabb összegű bérleti díjat fizetnie, a rezsi megfizetése pedig a korábban meghatározott módon kerül, ugye százalékos arányban kiszámításra, tehát más komolyabb módosítás nem történne a szerződéskötésnél. Nem tudom, hogy valakinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy esetleg javaslata. Azt nem tudom még megmondani én, hogy a bérleti szerződést az ügyvéd úr látta már is, visszaküldte, és rendben van. Jó, akkor ez is megvan. Akkor, ha nincs kérdés, akkor azt gondolom, hogy szavazhatunk. Pilisson Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete egyetért a bérleti szerződésben foglalt tartalmi elemekkel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő azonnal felelős a polgármester, aki ez egyetért kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Az utolsó egyebek napirendi pont, ugye itt a temető működtetés kiadási oldalára vonatkozó tájékoztatás, ugye korábban ezzel kapcsolatban nem kaptunk kielégítő tájékoztatást, és most se tudok beszámolni, mert kaptunk egy levelet a üzemeltetőtől, hogy körülbelül, azt hiszem, ha jól emlékszem, 40 helyen üzemeltet, és a könyvelés ezt még nem bontotta szét, de Norbi, hagyj kérdezem meg, hogy van-e más egyéb információ ezzel kapcsolatban? Nincsen. Úgyhogy tehát azt, amit a PEB, illetve a testület kért, azt most tehát azt nem tudjuk megadni magyarul. Hát reméljük, hogy később időpontban erre sor tud kerülni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Hát. Temetőkerítésről. Igen, a temetőkerítés, ugye korábban volt erre vonatkozóan döntés. Ugye az erdészkertben ott az a vállalkozás, amit ugye jól láthatunk, hogy ott különböző homok és egyéb kupacok vannak, az elméletileg ugye május 31-ig lett meghosszabbít a szerződése, tehát reményeink szerint ott le fognak vonulni, a szerződésük szerint ott rendbe fogják tenni azt a placot, és akkor a június folyamán megújul a temető kerítés, hogy gyakorlatilag ki lesz cserélve. Ennyit lehet tudni, ez igazából csak rajtunk múlik, amikor azt mondjuk, hogy ezt meg lehet kezdeni, akkor a cég, a SZIGÜ megkezdi ott a kerítésnek a cseréjét. Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban esetleg még kérdésed, nincsen. Akkor még mielőtt bezárnám a testületi ülést, akkor szokásos hirdetni való. Hát ha valaki esetleg élőben nézni a Pilis TV honlapján a testületi ülést, akkor nekik mondom, hogy a holnapi nap március 13-án Földes László koncertestje lesz a Clarissa házban 19 órakor. Március 15-én hagyományszerűen a polgármesteri hivatal előtt 10 órakor lesz a megemlékezés. Ha netalántán nagyon rossz idő lesz, tehát nem csak hogy havazás, hanem komoly hideg és szél, akkor a Clarissa házban lesz megtartva, és utána lesz koszorúzás. Március 23-án a Német Nemzetség Önkormányzat és a Hauk János Iskola rendezésében lesz, ez szombati nap, a kitelepítések 67. évfordulójára, ez 16 órakor kezdődik itt a Irodalmi Ház udvarán,
majd utána Szent Mise lesz a plébánia templomban. Hát rengeteg rendezvény lesz még a honlapunkon, illetve a Clarissa háznak is van már honlapja, ott is ezt figyelme lehet követni. Én egyet szeretnék kiemelni még, mert addig nem lesz képviselőtestület ülés, ez pedig április 5-én, ez egy reményem szerint egy szép pénteki nap lesz, 17 órakor dr. Dávid Tamás, aki mondhatom, hogy rákutató professzor, ő tart egy előadást. Aki ismeri a munkásságát, az nyilván el fog jönni, aki nem ismeri, annak javaslom, hogy jöjjön el, mert nagyon érdekesnek ígérkezik, hiszen ők kifejlesztettek egy olyan módszert, amivel igenis hát komoly eredményeket értek el, és ezt érdemes azt gondolom végighallgatni. És akkor az önkormányzat és a kisebbség, vagy a nemzetiségi önkormányzatok nevében, polgármesteri hivatal dolgozói nevében is mindenkinek áldott béke és húsvéti ünnepeket kívánunk. És akkor a mai ülést azt 7 óra 23 perckor lezárom.